Van ez a Robert Pattinson nevű fiatalember, aki színészként tevékenykedik Amerika legnagyobb hegyének csúcsán, amit úgy hívunk, hogy mainstream szar, Hollywood. Első fontosabb szerepe a Harry Potter 4. részében, a Tűz serlegében volt, mint Cedric Diggory. Igazából ez volt a srác harmadik filmje, amiben szerepelt. Az elsőben konkrétan szinte statiszta volt, míg a másodikban egy icipici szerepet kapott csak. Mindkét szerep 2014-ben jött össze, egy évvel később pedig már Daniel Radcliffe oldalán pózolt egy fontos, meghatározó szerepben. Kezdő színész létére teljesen oké volt, amit produkált, főleg egy főbb mellékszerepben. A következő években főleg tévéfilmekben tűnt fel, de konkrétan sikerült egy Salvador Dali szerepet is összehozni a Little Ashes című filmben, amiben Dali és Lorca kapcsolata került megfilmesítésre. A film legnagyobb botrányt kavart momentuma, amikor Dali lényegében magához nyúl a filmben. Mint később kiderült, ténylegesen megtörtént a dolog. Ezek után teljesen mindegy, miért alakított Robert a filmben. Minden arról szólt, hogy egy meleg történet keretein belül még rá is rántott a kamerák előtt. De aztán jött a szerep. A szerep. Twilight. 5 darab alkonyat film készült el 2008 és 2012 között, amivel Robert Pattinson jól megszedte magát színészi karrierje kezdetén, ám sajnálatos módon lényegében le is járatta magát a legtöbb filmnéző szemében. Persze a 10 éves lányok rajongtak érte, az a korosztály az álom pasiként tekintett rá. Mindenki más gyűlölte. Ezt hívjuk úgy, hogy Leonardo DiCaprio effektus. Pedig ez idő alatt nem csak ezt az 5 Twilight filmet forgatta le. Volt 4 másik filmje is, és hiába a Twilight féle nagyon, de nagyon gyenge alakítás. Ebben a 4 filmben megmutatta, hogy képes nagyon is jó alakításokra. Igaz, 2 romantikus film is van köztük, de igazából mindkét film abszolút a jobb kategóriába tartozik, Robert alakítása is magasan a Twilight színvonal felett lebeg 200 méterrel valahol fenn, de például a Belle Ami című filmben kifejezetten jól hozza beteg állat szép fiút. I used to laugh every time I'd had you to think I'd sent you back to him with my sweat on your skin, when all the while it was me! I was the one getting... me! És a Cosmopolis című filmben is... Hát, nem tudom, hogyan lehetne ezt jellemezni, itt inkább a filmmel van a gond. Pattinson kihozza azt, amit ki lehetett abból a katyvaszból. Természetesen ezeket a filmeket nem sokan ismerik. Talán még a 2 romantikus filmet a női rajongók egy része megnézte, de a Twilight és Pattinson gyűlölői biztos nem, amit valahol megértek. Azt viszont nem értem meg, hogy ez a fajta gyűlölet hogyan ért el odáig, ahová Batman kapcsán fajult. De várjunk még egy picit, mielőtt rátérnénk arra. 2014-ben jött egy film, amit tuti fix, hogy csak elvétve látott pár ember. Magyarul nem vagyok hajlandó kiejteni ezt a szart, inkább kírom a képernyőre, ha nagyon érdekel, olvasd el, hogy mi a címe. A lényeg, hogy ebben a filmben Robbie egy szellemileg kicsit korlátozott srácot alakít, aki ebben a szétcseszett posztapokaliptikus világban... Várjatok, ez nem filmajánló akar lenni. Maradjunk annyiban, hogy zseniális ez az alakítás, kifejezetten javaslom megnézésre. Az elmúlt években jó pár filmben szerepelt, köztük több középszerű és jó alakítást is nyújtva. Amit kiemelnék, az a Jólét című film. Nagyon erős alakítás ismételten. De a Life, a Damsel, a High Life című filmekben is emlékezetes a jelenléte, függetlenül a filmek minőségétől. Az idén bemutatásra kerülő The Lighthouse című film előzetes kritikái alapján konkrétan az eddig legjobb alakításának ígérkezik, oldalán William Defoe-val, több kritikus szerint akár még Oscar esélyes is lehet. A jelölést szerintem fixre vehetjük, ha nem is Pattinsontól, Defoe-tól mindenképp. És mit tartok ott a jövő? Jó pár film van bejelentve Pattinson nevével fémjelezve, köztük Christopher Nolan, igen, az a Nolan, következő filmje is, a Tenet. Na, meg persze ott van a nagy botrányt kavart Batman film is. Illetve trilógia, mert ugye azt annak tervezik. Ha az általam ajánlott filmekből legalább 2 megnéztél, szerintem egyértelművé kellett, hogy váljon, ez a srác egy jó színész. Persze attól még nem kell, hogy szimpatikus legyen, de úgy vélem, nagyon laikusnak kell lenni, hogy ezt valaki ne lássa. Vagy nagyon tagadnia kell a tényeket. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a fiú Batmanként is megállja majd a helyét. Illetve de... Várjál, kifejtem. Egy Batman filmben Batmant bárki alakíthatja. Batman. Could be anybody. That was the point. Batman bárki lehet. Mert az kurvára nem számít, hogy Batman valójában kicsoda, a szimbólum a lényeg, a karakter mondani valója, stb. Esetünkben a film és a film minősége. Az, hogy kin lesz a Batman gúnya, teljesen lényegtelen. A lényeg az, hogy Bruce Wayne hogy lesz előadva.
Fiatalabb Bruce Wayne-t kapunk, mint eddig bármikor. Ami hozzátenném, nem hiszem, hogy probléma kéne, hogy legyen, sokkal inkább kánonba illik, mint a 40 éves fejű Christian Bale fiatal Bruce karaktere, amivel szintén nincs semmi gond persze. Igazából szerintem bárki el tud játszani egy alap Bruce Wayne figurát. Persze, ha mélységet akarunk neki adni, kell egy Bale kaliberű színész, és most nagyot mondok, de Pattinson egy Bale kaliberű színész. Nem a mostani Christian Bale, hanem a 10-12 évvel ezelőtti. Na, de Castiel? Hát Batmanizmos. Igen, általában a színészek kigyúrják magukat egy ilyen szerepre. Ez is meg fog történni. Pattinson felszed majd jó pár kiló izmot a következő időszakban. Nem lesz egy kétajtós szekrény a srácból, de a fiatal Bruce és Batman karakteréhez teljes mértékben illeni fog. Batman ruhában meg amúgy is rá fognak majd dolgozni picit az izmokra, akár CGI-jal, akár mit tudom én, hogy azt Ben Affleck karakterénél is láthattuk. Színészi kvalitás megvan. Bruce Wayne fizimiska igazából megvan, teljesen okés. Izomzat is lesz. Igazából bárhogy nézem, minden létező dologgal kapcsolatban szkeptikusnak kellene lenni az új Batman trilógiával kapcsolatban, csak Robert Pattinson személyével nem. A rendezőtől retteg. Az íróktól főleg. A producerektől meg aztán menekülj a világból ki. Ők teszik tönkre manapság a filmeket. Ők a nézők legnagyobb ellenségei. Nem pedig egy szerencsétlen feltörekvő srác, akiből pár éven belül akár egy nagyon nagy színész is lehet majd. Tudjátok, mit szeretek Robertben? Az, hogy elvállalt egy tinifos filmsorozatot, aminek az első részénél rájött már, hogy mekkora hibát követett el. Ez meglátszott az alakításán is, ami lényegében részről része szarabb lett. Nagy lecke volt ez számára, nem mindig a pénz az elsődleges. Ezért a fiú elkezdett kis szerepeket vállalni, ahol megmutathatja, hogy mi van benne, ahol kiélheti színészi kreativitását. Felajánlották neki a Szürke 50 árnyalatának főszerepét is. Tudta, hogy újra bálványozhatnák őt tinédzserek milliói. Tudta, hogy bezsebelhet megint egy jó nagy adag pénzt. Mégse tette. Miért? Kérdem én. Nagyon nagy eséllyel merem állítani, hogy a legtöbb feltörekvő színész instant elfogadta volna az ajánlatot. De itt Pattinson nem. Hát mert színészkedni akar, játszani, fejlődni, elérni valami tényleg fontosat. És szerintem el is fog. Arról meg aztán végképp ne is beszéljünk, hogy mennyire jól játszik az akcentusával, filmről filmre változtatva azt. How would you like it if I made you cry? How would you like that? No, I would not. But get up. But they told me I had to do this stuff. Let's go. Let's go. But he wrote me. Pyramid of pumpkins and about 5,000 of these little sticks, about this long. And each wrapped up in newspaper and tied up the ends of baling twine. I don't know this. How can this be? I love his music. I have his music in my elevator. I know the man. Szóval én azt mondom, hogy hajrá, Edward! Tiéd lesz Bella! Meg amúgy is, mennyire király lenne már a csillám fasz Batman!